A Paksi Társadalmi Tanácsot, amelynek létrejöttéről a miniszterelnökség közleményben adott hírt, a Paksi a Kalocsai kistérség, valamint a Szexárdi kistérség északi részén fekvő települések polgármesterei alkotják. A tanács tagjai lettek a térség egyéni választókerületi és listás parlamenti képviselői is. Az alakuló ülése rajtuk kívül részt vett Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter, Tasó László a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, Aszódi Attila kormánybiztos és Bán Tamás az NVM Paks 2 ZRT új vezérigazgatója. A szervezetet azzal a céllal hozták létre, hogy nyomon kövesse a Paks 2 beruházás előkészítését és megvalósítását, közvetlen kapcsolatot biztosítva a kormány és a Paks környéki települések között. A térség fejlesztésére a kormány 2015-re 1 milliárd forintot különített el, ezt az alakuló ülése jelentette be Lázár János. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy a források hatékony felhasználására a településektől várják a terveket, javaslatokat. Az ülésen arról is szó esett, hogy Kalocsa térségében egy új Dunahíd épül, amelynek előkészítése már meg is kezdődött. A miniszterelnökség tájékoztatása szerint az ülés után Lázár János a Paksi atomerőmű szakszervezeteinek vezetőivel valamint a társaság menedzsmentjével ült tárgyalóasztalhoz.